Hello srácok, full új termékek kerültek be ismételten a shopba. Most már elérhető a PGT Dani mintás eléggé király egérpad is, és úgy tudom, hogy így is van, a tornazsák is most már elérhető, és PGT Dani is, párna is, és itt vannak ugye az előző termékek is, amik idáig is voltak. És még egy különleges kis dolog, hogy aki három darab terméket vásárol, annak jár mellé egy külön kis Danis kulcstartó féleség, úgy tudom, és nagyjából így ennyi. Szóval srácok, meg még ugye annyi, hogy hamarosan majd lesz egy ilyen kis nyereményjátékos féleség, tehát aki vásárol ilyen terméket, azok között majd ki fogok sorsolni egy ingyenes terméket. Szóval mindenféleképpen csekkoljátok le, nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha vásároltok ilyen terméket, mert hát azért mégiscsak eléggé bedesz, hogyha ilyen kis király cuccaid lesznek otthon. Szóval próbáljátok ki, nekem már ilyenem van, szóval, ja, találkozunk legközelebb, és nézzétek a videót, meg ilyeneket. Sziasztok! És itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint megyünk a töri órára, ugyanis ismét egy sulis nap van, és a hétfői napon most történelem órával fogunk kezdeni. Szóval menjünk is, és találjuk meg a termünket. Azt hiszem, hogy erre kell menni. Aha, ajaj, ajaj, már elkezdődött az óra. Aha, ott tanít a tanár. Jó napot, tanárnő! Jó napot! Haló, lát engem? Vagy hall engem, vagy valami? Nem? De lát szerintem, vagy nem? Nem lát. Jó, mindegy, szerintem akkor inkább fussunk be és szaladjunk gyorsan az órára, mert nem kéne elkésni, ugye, és töréből nem állok valami túlságosan jól, és hát nem kéne így elszúrni már egyből az egész dolgot. Jó napot! Hello! Bocsánat, és elnézést a késésért, tanárnő! Tudja, na kedves osztály, most, hogy végre, igen, Dani is megért, így elkezdhetjük az órát, így is van, tanárnő, én, ja igen, itt a helyem, oké, okay, persze, folytasson csak nyugodtan, tanárnő, megint késtél, elnézést, késett a buszom, és nem is keveset, sajnálom, tanárnő, de nem tehetek arról, hogy a busz az késett, tudja, és hát, ja, amivel nem nagyon volt időm megreggelizni, ezért, hogyha nem haragszik, akkor, oké, okay, köszönöm. Na, add be minden tanárnak ugyanazt. Mi a? Ne add be minden tanárnak ugyanazt. Tanárnő, hát én esküszöm, hogy így volt, hogy a buszsofőr is meg tudja önnek mondani, hogyha esetleg kíváncsi rá. Jó, fel is tudom akár hívni önnek a busz irodát. Tehát, ja, nem érdekel. Jó, rendben, nyugodtan folytathatja, én figyelek meg minden. Na, kezdjük, így is van. Na, kedves osztály, igen, igen, tanárnő, nyugodtan mondja, amúgy sziasztok srácok, hello, hogy vagytok, Nándor, Józsi, Lucifer gazda, Ferenc, Nocs, ki az, Herobrine és Bence, na, igen, itt vagyunk, már mindenkinek kiadtam a dolgozatát, dolgozat, kivéve Daninak, mivel késtem, vagy mivel késett, na igen, ajaj, ajaj, hát, tanárnő, biztos, hogy én akarom látni ezt a dolgozatot? Dani dolgozat elégtelen. Ne már! Mi az, hogy elégtelen? Ez nem igazság! De csomót készültem rá, ez már a 8. Nem hiszem el. Tanárnő, én esküszöm, hogy készültem. Óra után maradj itt bent, kérlek. Haj, Istenem. Srácok, ez így nagyon nem lesz jó, de én erre tök sokat dolgoztam, ez nekem nem kell, tartsa meg, fúj! Nem, nem az enyém, írja át szépen. Úgy van. Ne. Hagyjon, jó. Ajajajajajaj, oké. Oké, aj, srácok, ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Üllete szemtelen kölyök. Jó, rendben van, tanárnő, sajnálom. Nem úgy gondoltam. Jó, mindegy. Tanárnő, na szóval, térjünk is vissza. Így is van. Én szerintem, Dani gyerek, a táblához, nem áll. Nem, miért pont én? Miért mindig én? Miért nem lehet valaki más? Most, nem akarok. Nem megyek, itt maradok. Hagyjon békén, nem. Egy kérdésem lesz. Jó, legyen valaki máshoz. Nem, én nem megyek. Hagyom, sőt, hátat is fordítok, nem. Ha jól tudsz válaszolni, kapsz pluszt. Ó, oké, jövök. Na, mondja, gyerünk. Igen? Várom a kérdését.
Na, a kérdésem, igen, nyugodtan mondja. Bármi az én tudok rá felelni, ugyanis rengeteget tanultam. Rengeteget. Mikor volt a világosi fegyverletétel befejezési dátuma? 1849 augusztusában. Igen? Igen? Jó, oké, király, hú, így van, na, ez az, adja ide a pluszt, villancsa ide, gyerünk, azonnal, gyerünk, Dili, gyerünk, gyerünk, tanárnő, dobja ide a pluszt, végre az év első, az év első jó válasz a Danitól, jó Istenem, köszönöm, tanárnő, na, akkor átmegyek én végén, esetleg, na, nem akar beírni, na, de lassan kicsengetnek, hú, végre. Végre vége az órának. Én szerintem lépek is amúgy, nem azért mondom, de úgyhogy ezt az utolsó 5 percet elengedem. Hú, király! Na, oké, köszönjük szépen, tanárnő! Viszont de Istenem! Miért mindig én? Miért mindig én? Mondja, mit akar! Mondja, mit akar! Mi az? Én is lépnék, te gyere velem! Aj, na jó, mindjárt. Úha! A piros pontok. Ajajajaj, megyek! Kaptam 4 pluszt, aha. Jajaj, oké, menjünk csak nyugodtan, én nem csináltam semmit. Van ingyen 4 pluszom, srácok, haha. Még egy és kapok egy 5-öst. Ez az, na, itt vagyok, tanárnő. Igen, mondja csak nyugodtan, miben segíthetek, vagy mit szeretne esetleg tőlem. Na, Dani, igen. Mondja, tanárnő, nyugodtan hallgatom. Figyelj, az a helyzet, igen. Mondja, tanárnő, tudom, hogy nem tanulok mostanában sokat, hogy nem állsz épp túl jól a töréből. Tudom, de tudja, nagyon sok dolgom van mostanság, és nem nagyon érek rá otthon tanulni, meg ilyenek. Túlságosan lefoglal a Mindside. Nem érdekel a magánélete, oldja meg. De hát Mindside-ozni kell, tanárnő. Mindside-ozok egész nap. Nekem is sok dolgom van, mégis tanítok. Hát, ja, mert maga ezért kap pénzt. Én meg nem kapok azért pénzt, hogy itt ülök az iskolába. Szóval önnek ez a munkája. Én nekem ez csak egy kényszer. Tehát muszáj bemennem, vagy kidobnak otthonról. Ne felejtsd, hogy piszok. Jó, nyugodjon meg, nem úgy gondoltam. Szóval, igen, na a lényeg, igen, mondja, tanárnő. Gondolom, hogy holnap lesz egy utolsó dolgozat. Ó, hogyha az esetleg jó lesz, akkor átmehetek? Vagy remélem, hogy arra akar célozni. Ha az egyes, akkor megbuksz. Ó, ha kettes, akkor átenged? Ha kettes, ajaj. Oké, hogyha hármas esetleg, léci, ha hármasnak kell sikerülnie minimum. Na, oké, okay, az easy. Jól van, tanárnő, na, lépetek, mert már kezdem unni a sulit. Léci, elmehetek? Esetleg, úgyhogy készülj fel, sok sikert, jó, rendben. Lépek is, jó, vagy jövök, esküszöm, persze. Jó van, na, menjünk innen, srácok, mert már tényleg kezdem unni a sulit. Hát, jó, igazából az a helyzet, hogy a holnapi dolgozatra akkor nagyon oda kell, vagyis készülnöm kell. És hát, hogyha nem készülök rá, akkor valószínűleg meg fogok bukni. Szóval akkor most tanulnunk kell otthon, amit nagyon-nagyon nem várok, de hát mindegy, akkor menjünk haza. Végre, mindjárt hozzérünk, srácok, gyorsan menjünk be a házunkba, és akkor kezdjük el tanulni, és pont most kezd lemenni a nap, ami nagyon pozitív, na mindegy. Jó, hazaértem, sziasztok, hello. Na, üljünk is le, és akkor álljunk neki szerintem a tanulásnak, átkezdem szépen olvasni, úgymond a könyveket, és akkor hát remélem, hogy nem tudom, amennyit csak tudok, megpróbálok megtanulni, és megpróbálom megírni, legalább akkor 3-ast kéne írnom. Hát sok sikert nekem, meg aki esetleg szurkol nekem, az nyugodtan dobjon egy lájkot. Köszönöm szépen. Jaj, Istenem, oj. Na, jól van, srácok, reggel van, mehetünk megint az iskolába. Hát tanultam igazából, amennyit csak tudtam, legalábbis hát igyekeztem. Hát remélem, hogy azért legalább a 3-asra összetudtam magamat szedni. Hogyha nem, akkor hát akkor jaj, rip lesz nekünk. Na mindegy, menjünk akkor szépen gyors az iskolába, és akkor visszajövök, hogyha ott vagyunk. Na, srácok, be is értem akkor hát a suliba. És jó, szaladjunk is gyorsan órára, hogy azért ne nagyon késünk el, de kiégek, van megint mindenki ott van a osztályban. Na jó, gyorsan menjünk be, hogy azért kicsit most kevesebbet késünk, mint tegnap, és hát nem tudom, őszinte leszek, nem annyira
vártam ezt a napot. Jó napot, tanárnő, és jó napot, kedves osztály, már megint mindenki itt van. Jó, megyek is szépen a helyemre, tanárnő, képzelj el, készültem. Szia, kedves Dani, újra, üdv. Képzelj el, tanárnő, készültem. Készültem a dolgozatra, szóval készen állok. Ó, ezt örömmel hallom, na. És nem is késett, hát végül is olyan sokat. Hát, ja, igen. Oho, akkor ahogy látom, akkor kezdődik is a dolgozat. Hát jó, srácok, akkor hát remélem, hogy sikerülni fog ez a doga. Ezért készültem többet, mint általában. Akkor most megmutathatjátok a tudásokat. Többet készültem, mint úgy általában szoktam. Szóval remélem, hogy akkor menni fog meg minden. Hát tanárnak akkor én neki is kezdek, szerintem, amíg maga ossza. Történelem dolgozat 9. A osztály, évvégi ismétlés, ajaj. Első kérdés, mikor született Petőfi Sándor? Aha. És ezt a teszt kitöltésre 10 perc áll rendelkezésre. A válaszait ide jegyezze. Aha, oké, rendben. Petőfi Sándor az 1823-ban született, ugye? Úgy tudom. Na várjatok, ezt úgy kéne, hogy első 1823, oké. Második, és mi volt a második kérdés? Mikor volt a világosi fegyver letétel befejezési dátuma? Ez könnyű. 1849 augusztus. Nagyon király. Jó? Lucifer, ne puskáz. Ajaj, közben valaki, ahogy látom, puskázik. Jó, harmadik, mikor vette kezdetét a Mohácsi csata? Ez könnyű. 1526. Ez nagyon könnyű, jó. Következő oldal. Mi a kérdés? Na várjatok. Hol halt meg Kossuth Lajos? Aj, pedig ezt tudtam. Bence? Ajaj, figyel. Nem puskázok, jó. Jó, sajnálom, nem voltam, nem csináltam semmit, jó, csinálom tovább. Na, egy min... ez nem ér. Aj, gonosz, na mindegy. Srácok, gondolkozni kell. Hol halt meg? Na várjatok. Ezt tanultam pedig, vissza kell emlékezni. Valahol Olaszországban. Torino. Olaszország. Jó. Oké, rendben van. És ötödik kérdés pedig. Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke? Jó, ez egyszerű. Ez George Washington. Ugye? Igen, így is van. Na, tanárnő, aláírom. Dani... dolgozat? Jó, nem írom alá, hogy ki tudja javítani. Na, tanárnő, én végeztem, itt a dolgozatom, parancsoljon, na osztály, kérem, na, látja? Pont időben, nos, akkor ki tetszik javítani, tanárnő, vagy nem tudom, hogy ez így mennyi idő, vagy természetesen jó, rendben van, hát akkor srácok, addig szerintem akkor várjuk meg a dolgozatot, hogy hányasunk vajon kapni, azért remélem, hogy legalább a hármast össze sikerült gyűjtenem, de szerintem mindenre helyesen tudtam válaszolni, legalábbis hát nagyon remélem, nekem úgy így emlékezetből, nekem úgy esik le, hogy szerintem én most mindenre jól válaszoltam, pont úgy, ahogy tanultam rá. Herobrine 2-es, haha, béna! Nocs 2-es, haha, bének! Na, az enyém, Léci, Dani, Bence 4-es, engem miért hagy ki? Ne már! De amúgy a 4-es az szép volt Bence, meg minden. Osztály, igen, tanárnő. Na, ilyen még sose volt, na, Léci mondta, hogy... Dani élet a legjobb, juhú! Ez az! Na mi az? Ennyik vagytok? Easy! Na mi az? Irány 10. osztály, ennyi volt! Zsahávájra, sziasztok, csá! Jó, hogy nem vicceltem, visszajövök. Azért a dogát elkérem, mielőtt lelépnék. Dani, viselkedj, jó, rendben, bocsánat, elnézést. Megkapnám az 5-öst, vagy valami? Oké, köszönöm szépen. Na, 5-ös érdemli egy tanárnő. Hú, király! Easy! Köszönöm! Gratulálok! Köszönöm! Na! Srácok, átmentél? Hú, easy! Megvan, királyság! Na! Srácok, így kell 5-öst írni! Ez az! Tanuljatok ti is! Látod? Tudsz, ha te akarsz! Így van! Na, tanárnő, akkor én szerintem lépek is, jó? Nekem ennyi elég volt. Egyedül Lucifer élet 1-es. Haha! Noob! Na, jó van! Hát, jó! Akkor...
vége a tanításnak? Általában egy dolgozat tudja, a dolgozat az úgyis egész órás, hát Dani, menjél csak, igazán vége van, na, rendben, hát srácok, meg tudtam írni, most sengettek, királyság, na, srácok, meg tudtam írni ötösre, ötösre, azért, ez ja, királyság, remélem jövő hétre tanulsz, szia, hát persze, hogy tanulok. Hát srácok, akkor ennek a videónak igazából ennyi lett volna, sikerült az, amit beterveztünk, tudtunk mi tanulni, meg minden, és akkor hát ötös lett a dogán. Királyság, na, tagzunk legközelebb, és akkor, hogyha tetszett ez a videó, akkor ugye csapostok egy lájkot meg minden. És még ugye annyit akarok mondani, hogy ugye vannak saját termékeim, ugye a leírás első sorában megtaláljátok, és az első 15 ember, aki vesz terméket, azok között majd ki fog vagy valamilyen terméket sorsolni, és aki esetleg 3 darab terméket is vásárol egyszerre, az kap mellé egy ajándék PG-től kulcstartót. Szóval még egyszer köszépen itt voltatok, és találkozom legközelebb, sziasztok!